Ez a terület lesz idén a pécsi szilveszteri ünneplés központja. Innen lövik fel a városi tűzijáték rakétáit 2022 első perceiben. Az Árpád felüljáró nyugati felhajtójáról fogják föllőni a petárdákat, szám szerint 3000 darabot. Ez lehetőséget ad egyébként arra, hogy a szokásos belvárosi 20-30 méter helyett 80-100 méter magasságba és jóval többet lőjünk föl, mint a szokásos. Mindenféle csodálatos ábrák és figurák fognak megjelenni az égbolton. Amit szinte az egész város területéről jól lehet majd látni. Az előkészületeket szilveszter délutánján tartják, így a közlekedést csak rövid időre akadályozzák a tűzszerészek. 31-én a délutáni órákban ezt a felüljáró felhajtót már le fogják zárni, amíg az előkészületek folynak, illetve természetesen maga a tűzijáték, az a fél óra, ami éjfél előtti percektől mondjuk fél egyig tart, az egész felüljáró le lesz zárva, de talán ez kárpótolja majd a látvány a közönséget. A tűzijáték hossza mintegy 15-16 perc lesz, ez alatt 3000 lövést adnak ki. A csillámló bombák mellett fűzfa és virágképek, legyezők és óriási virágcsokor alakzatok is láthatóak lesznek. Fellőnek elalvó, majd újra kigyulladó telepeket is. A városvezetés azért választotta a rendhagyó helyszínt, hogy ne gyűjjön össze nagy tömeg a Széchenyi téren. Ezzel a koronavírus terjedését akarják gátolni az év utolsó napján is.